Szentendrén jártunk, a friss Ybl Miklós díjas építésznél, Erhard Gábornál. Háza kertjében a díjról beszélgettünk. A legfontosabb állami kitüntetéseket a jelöltek nem kapják, hanem kérniük kell tulajdonképpen, is annak alapján dönt egy bizottság, és hát az, hogy ki mikor adja be, és mikor érzi úgy, hogy erre a díjra érdemes, az tulajdonképpen nem a szakmai közéletem múlik, hanem önmagán. Nyilván ugye ugyanez volt a proarchitektúra díjjal is, tehát ez a rendszerhez én hozzá vagyok szokva. Nyilván ennyi hiúság egy alkotó pályán kell, hogy legyen, hogy az ember, hogy mondjam, promotálja magát, és akár a díjakra is jelentkezzen önmagától, vagy a saját becsvágyából kifolyólag. Azt látom, hogy ahogy Turi Attila is fogalmazta a Kossuth díjas általatok készített interjújában, hogy ugye ez egy kvázi egy eszköz, tehát nyilván ilyen díjat kapni nem cél, hanem egy eszköz arra, hogy menjünk tovább, és további feladatokat tudjunk vállalni. Én is ezt alapvetően inkább így tekintem. Horváth Zoli mondta azt, hogy a Makovec féle örökség az egy elég terhes örökség, mert hogy elég komoly terheket hagyott a mi válunkon a mester, hogy folytassuk az ő életművét, gondolatait. Hát nyilván én elég sok mindent csinálok, tehát ugye az országépítő.net szerkesztése és az egyetemi oktatás is ott van nálam, azon túl, hogy építészként dolgozom, írok, publikálok folyamatosan. Tehát azt gondolom, hogy újabb tevékenységi kört nem szeretnék fölvenni a vállalkozói profilomba, ha szabad így fogalmazom, hanem az eddigieket csinálni talán egy picit koncentráltabban, ha lehet így mondani, tervszerűbben. Ha már itt jártunk, kicsit körbenéztünk. Milyen házat épít magának egy építész? Mondanám azt, hogy azon túl, hogy nagyon tehetséges volt a tervező, a megbízó is ilyen fantasztikus volt, aki jelen esetben ugye a kis túlzással egy személyben, de természetesen azért a feleségemnél az érdem alapvetően. Mi óbudaiak vagyunk, tehát mindig is Óbudán éltünk, és így, ahogy amikor megszülettek a gyerekeink, és a gázjári lakótelepen egy bérelt lakást kinőttünk, akkor kezdtük el keresgélni a álmaink otthonát, és hát ez mondjuk én alapvetően reggeltől estig dolgoztam, és ezért a feleségem volt az a szerencsés, aki ezt a tájékozódást és az egyre táguló kört, ugye Budapest környékén, vagy Észak-Buda környékén végigpásztázta. Egyébként nem is kerestünk, hál' Istennek, ahhoz képest nagyon soká, vagy néztünk meg nagyon sok házat, mire beleakadtunk egy kis, valóban egy, hát gyakorlatilag 10-ből 9 ember bontotta volna ezt az épületet valószínűleg, mi megláttuk benne rögtön azt a modellt, amiben mi tudunk működni. Nagyon szerencsénk volt, mert tulajdonképpen tényleg csak egy minimális falazás volt, és egy hátsó traktusban egy fürdőt meg vécét kellett csak mellé raknunk, tehát hogy nagyon miránk volt kitalálva ez a ház, és tényleg telek áron vettük, tehát ebből szerencsénk volt, és kis túlzással mondhatom azt, hogy két kezünkkel építettük a döntő hányadát. Ugye a régi cserepet használtuk, részben a második szomszédból hoztam ott elbontott cserepket, a tégla, látszó tégla felületek azok az itt volt falakból, pillérekből lettek kibontva, a deszka, amit ott látunk, az is a födémről jött le, amit tudtunk, megtartottunk, és hát mondhatnám azt ilyen nagyon fellengzősen, hogy az ökológiai lábnyomunknak a minél kisebb revétele, de leginkább azért, mert egy fillérünk sem volt, meg ember sem nagyon, úgyhogy ez nagyjából ez volt neki a rövid története. Hát egy 6 éve lakunk itt, ezt is szép lassan laktuk be. A kert is most már mondjuk, hogy kezd vállalható állapotban lenni, ami szintén a feleségemnek az érdeme alapvetően. Aztán reméljük, hogy én itt már nagyon sok mozdulni valunk már nem lesz az életben.